Na sziasztok, Iricsi vagyok, és köszöntelek titeket a legújabb videómban. Amint azt láthatjátok, ez egy Clash Royale-os videó lesz, méghozzá a nemrég bejött 1v1 drafttal fogunk játszani Martinnal. Lecse! Úgy beszéltük meg, hogy az fog nyerni, aki először nyer 2-t, hogy ne is legyen olyan túl hosszú ez a videó, és ne is legyen olyan nagyon rövid. Remélem, hogy tetszik fog nektek, közben én csinálom is, gyorsan fogadd el Martin. És akkor remélem tetszeni fog nektek, én jó szórakozást kívánok hozzá, megpróbálom gyorsan megnyerni mindkét meccset. Egyelőre nem olyan erős a deckünk, jó? Nem rossz. Martin nem kapott olyan erős kártyákat. Meglátjuk, hogy nekünk mik vannak. Nem is rossz annyira ez a deck egyelőre. Nyitok egy bombtáverrel, aztán meglátjuk, hogy Martin mit lép. Na nézzük. Meghúzza, ó. Az igen, az a... Bowler. Nem így akartam. Na, nézzük, hogy erre számít a Martin. Jó, az hát a miner ott fogsz sebezni. Főleg így. Ez így nagyon jó, srácok. Azt hittem, hogy átfogjam, hogy... Ó, srácok, nagyon jól állunk. Jaj, ne, le akartam rakni egy Hogridert. Hát, talán kis szerencsével ezt a tornyot ott be is verjük. Hát, igen, azt be is verjük ezt a tornyot. A Giantet azt itt levédjük. Remélhetőleg. Jó. És egyet belül a toronyba még így is. Jó, az a Prince az ott nem lesz gond. Hú, öli ám a barbárokat, hogyha így berássol a Prince. Na nézzük. Megy is a miner előre, itt jön a Bowler, olyan aranyos amúgy, ami ilyen hangot kiad. Remélem, hogy tetszik fog nektek a videó, srácok. És hogyha szeretnétek még esetleg hasonló videókat, Clash Royale-os videókat, vagy esetleg más videókat is, azt jelezzétek most egy feliratkozással, és egy lájkkal is, hiszen ez a legnagyobb visszajelzés. Közben itt elég sokat damage-elt Martin. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Hát az a Dark Goblin ott nem sokat sebez. Aha, jó. A goblinokat az a princess ott le fogja ütni, de így jól állunk. Le tudtuk rakni ezt a bomb tower-t. Talán azt a giantet ott meg is öli, vagy nem. Hát nem. Úgyhogy kénytelenek vagyunk védekezni. Ne, nem is figyeltem, úgyhogy hány HP-m van. Hát most muszáj egy kicsit védekeznünk, de azért ezt itt felküldjük, ezt a minert. Meg azért a Hogrider is mehet. Viszont innentől most egy picit védekezünk, sőt, nagyon védekezünk. Most védekezünk ezerre, srácok. Bocs, hogy nem beszélek annyit, csak azért egy picit én is koncentrálok nyilván. Ne! Jó, ez az, pont időbe raktuk le azokat a barbárokat. És akkor megint megy ott fönt az a Miner Hogrider push. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Ajaj, srácok, nem állunk olyan jól most per pillanat. Hosszabbítás lesz a mérkőzésből. Ugyanúgy LKB a két torony damage. Ügyileg. Megpróbálom beverni, srácok, ha bár ezt lehet, hogy Martin fogja megnyerni, sőt, Martin meg is nyeri, szép volt. Ez jó szoros meccs volt a hosszabb... Milyen hosszú itt a hosszabbítás? Három perc. Ja. Na, akkor csinálom is a következőt, hogyha ezt is Martin nyeri, akkor ő nyerte a videót. Reméljük, hogy ő fog belépni, és nem egy más klán társ. Jó! Egyből egy nagyon jó kártyát kapunk. Na, ez is jó. Eddig jó kártyáink vannak, főleg így. Most egy elég jó deckünk lehet, attól függ, hogy Martin milyen kártyákat ad nekünk. Martinnak sajnos kénytelenek voltunk adni egy legendarit. Remélem, hogy tetszik nektek ez az overlay, szerintem nagyon királyul néz ki. És a facecamnek is új kerete van. Remélhetőleg tetszik fog nektek. Hát nem tudom, hogy most mivel tudnánk nyitni. Kénytelen vagyok a Fire Spiriteket lerakni hátra. És akkor talán ezt így ide tudjuk rakni. Más nagyon nem jutott eszembe.
Meglátjuk, hogy mennyit tudunk damage-elni így. Az alog, az ott nagyon kellett az alog. A Night with Witch-a... Na, fú, bocsánat, hogy nem nagyon tudok beszélni. Egész sokat damage-elt. Na, azt a Dark Goblin-t levédjük. És megpróbálunk előre törni, srácok. Hát ez rip. Pont 2200 kupád van. Ja. Elvégesítettem magam, mert én nem bírok. Nézzük, hogy mit tudunk most kihozni. Jó, az a... Ott meghal az a... Night Witch és a Dark Goblin is. És pont elkapta a log. Kicsit izgultam, hogy későn dobtam el-e. Szerencsére nem. Jó, azt ott sikerült úgy, ahogy levédeni. Fog egy párat belütni a toronyba, de nem olyan nagyon sokat, és akkor indítom is ott jobb oldalt az Inferno Dragont, amit lehet, hogy le fog védeni Martin, így van. Ez is egy szoros meccs lesz, valószínűleg, sőt már most az. Ez a Princess ott olyan zavaró, ahogy olyan távolról tud lőni. Na nézzük. És akkor most majd Double Elixirbe megpróbálunk valamit alkotni. És akkor menjünk a másik oldalon. Ezt ide jött a log. És pont nem. Öli meg a Dark Prince-et. Gyerünk, Lava Hound. Mutasd meg, hogy miért vagy te legendári. Jó király, nem baj, tudjuk is küldeni a következőt. Remélhetőleg ezt most nem fogja tudni levédeni Martin. 22 másodperc van, huha. Biztos, hogy nagyon szoros lesz. Azt a gólemet ott hagyom most, srácok, és megpróbálom beverni a tornyát. Lehet, hogy nem fog sikerülni. Huha. Nézzük, nagyon-nagyon szoros lesz a vége. De talán sikerül egy, srácok, gyerünk! Ez az. 1-1. Ez is egy nagyon szoros meccs volt. 1-1, és akkor a következő meccs fogja eldönteni, hogy ki lesz ennek a videónak a győztese. Csinálom is egyből, menjen mondjuk ez Arena 1-be, és akkor nézzük. A döntő jön, srácok. Hát, ezek nem olyan jó kártyák, de akkor legyen ez. Nehéz döntés, de talán legyen ez. Viszont akkor majd figyelnünk kell arra, a Goblin belőle. És akkor legyen mondjuk a Minion Horda. Ez most nem olyan erős deck egyelőre, mint ami az előbb volt. Meglátjuk, hogy milyen kártyákat kaptunk. Hát így se sokkal jobb. Ez biztosan szoros lesz. Rakjuk is hátulra a Canont. Vagyok, hogy itt mehet egy ilyen kisebb push, amit lehet, hát igen. De az a balun az miért megy rá arra? Oké. Nézzétek meg, mit csinált a balun. Hát ez így fail. Nem baj. Nem nagyon tudok mit lerakni. Szerintem elixírbe elég drága a deckem. Hóha. Hát úgy, hogy levédtük azzal a Lightning-gal, viszont már küld is a Goblin berért, amivel most nem igen tudok mit csinálni. Maximum ez, de kár volt elpazolni azt a Freeze-t. Így már utólag megbántam. Most várunk, srácok, egy picit, gyűjtünk egy kis elixírt. Szintén utána megpróbálkozunk egy push-sal. Jó, rakjuk. Akkor most várunk, srácok, ráérünk. Aha, Martin elkezdett pusholni, mint láthatjátok. Talán azt a Wizardot ott jól le tudtuk védeni. Várató volt az Arrows, és ebből is Martin jött ki jobban, ugyanis a muskétása tudott sebezni. És
jól tudom, van minion hordád, igaz? Minion hordám. Neked van. Ja, neked nincs akkor. Akkor ez nekünk nem rossz. Hát ezt nem tudom mire így lerakni. Na próbáljuk meg ezt, mást így nem jut eszembe. Muszáj volt, már nem bírok. Ja. Ne! Véletlen rossz helyre kattintottam. Nem, nincs semmilyen normális védekező kárt. Aj, srácok, megint bemegy a balón, hát ezt nem hiszem el. Komolyan mondom, ez így nevetséges, amit csinál az én balónom. Hát ez... Óha! Most veszem észre, hogy hány HP és a tornyom. Azt nem láttad? Látom. Ne. Na. Hát ez rip. Na, hát Martin nyerte. Három nagyon-nagyon szoros meccs volt, srácok. Remélem, hogy tetszett nektek. És remélem, hogy máskor is be fog kerülni ez a draft egyébként, mert szerintem nagyon jó volt. Még egyébként mindjárt megnézzük, hogy mennyi van belőle. Még 14 óra van belőle, úgyhogy játszatok vele. Én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy megnéztétek a videót. Köszönöm szépen Martinnak a játékot. Én is köszönöm. Találkozunk a legközelebbi videóban, további szép napot nektek, srácok, a leírás nézzétek át, a Facebook csoportba lépjetek be, és a lájkot és a feliratkozást ne felejtsétek el, hogyha tetszett nektek, köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot, sziasztok!